Viszont ez egy, ez meg, hallott hiszel, ez meg itt mellette lehet, hogy egy... Nagyon úgy néz ki, igen, ez meg egy bunkeres ház. Az ház. Itt van mellette közvetlenül egy bunker. Tudod, amit te is találtál, random. Igen, igen. Jó? Meg amit az te is. Igen, igen, találtam. Igen, igen, igen. Találtam még egy lila verencet, itt a... Tools boltba. Hát ennyi azért nem kell. Hagyjam ott. Te vigyem. Hát ahogy érzed. Hát ez a ház, ez a, az ott szépen dőljön össze. Jelzem, a bunkeres ház az meg úgy néz ki, kérlek szépen, hogy egy sor föld hiányzik a padlóból. Hm. Hm? Tehát a levegőben lebeg a kerítés, a bokrok. Van egy medencés hál. Láttad? Hol? Itt a izébe. De a faluba. Medencés ház nem? Melyik faluba? Melyikben vagyok? Félúton. Biztos, hogy jártál bent, legalábbis a padláson. A medencén nem voltam akkor ott. Körbe van kerítve ilyen palánkkal, azt felugrottam a levegőbe, hogy lássam, mi van a palánk fölött. Én mondom, medence van benne az udvarban. Ó. Van olyan ház, igen. Keletre. Én ott jártam egy ilyen településen. Régen a szállodáknak volt medencéje. Könyvesport. Tudod, itt nem találtam? Ezt találtunk meg? A nagy autó temetőt. Ja igen, hallottam olyanról is, ott is ilyen kutyafalkák. Igen. Fordulhatnak elő. Igen, hogy ott volt az is a fényképpel, hogy egymás hegyén hátán egy rahegyi autó. Mike nem akar velem kommunikálni. Mondjuk az lehet, hogy a maximum felé van ott a sugárfertőzött vidéken. Mert ugye nagy a random gen, de ugye van széle természetesen. Mennyi autó van, baszki? És... Ezt megtaláltad a temetőt. Nem, nem. Na, házból szerinted nem sok marad. Baszki, nem merek ide bemenni. A bunkerhez. Lebeg a kerítés a levegőbe. Kukucs. Aha, ez az. Ez az, itt van a levelezett fedő. De lebeg az autó minden a levegőbe. Hiányzik egy sor föld. Ezért ez vicces. Hozzá földet ki kell pótolni. Ez a vigyázni kell, mert könnyen átszakadhat. Alá micsoda? Hát az ilyen lebegő dolgok. Hát tudom, azért mondom, hogy alá kell pakolni. Én addig oda be sem megyek. Én csak itt is kiütöm az ajtót, azt összeszakad a ház, fogadjuk. A betonbunker az csak nem. Még egybe van. Mondjuk az fölötte van, szerintem. Mi? Hát a betonbunker csak nem omlik össze attól, mert a kerítés összeomlik fölötte. Nem is a kerítés, meg a ház. Hát a háznak a fala is itt lebeg a levegőben, mondd meg. Találtam egy halott zombit. Egészségedre. De nem én éltem meg. Pláne. Olyat szoktam találni, hogy hiányzik az egyik lába. Ilyen kaktuszoknál.
hogy mostani halott zombi, az egyel több blukkon a fején, az egy dolog. Lefejelte a pisztoly golyót. Itt a szellőző rács. Üres konzerves dobozok, jó mondjuk abban volt kaja. Holó papa nagyon hal. Mondja drágám. Oké. Hihetetlen lootok vannak gyerekek, üres üveg. Egy darab toll a hullánál, meg ilyenek. Ja, meg üres konzerves doboz hegyekbe. Míg a játék eleje lenne, akkor örülnék is neki mocskosul. Vagy ha nem az, akkor konzerv van nálad, de akkor is általában vagy macska, vagy kutyakaja. Igen. Az ember inkább nem eszik meg, ha nem puszáj. Vessék az meg, itt egy lila ranch. Zöld Magnum frame, ez az. Ilyeneket zúzok reggelente be. Hú, én már lilákat is zúzom. És két üres tetves kibaszott könyves polc. Ezt nem hiszem el. Pedig igaz. Sajnos. Fogadjuk a szépbe, meg lesz valami szürke szar. Pisztoly barám. És nem! Hihetetlen. Gyerekek, egy zöld pisztoly, lila hunting rifle, pisztoly barrel, shotgun barrel. Kettő is, kettő lila hunting rifle. Ó! Ruhásszekrény meg tele kalappal, meg ilyen szarokkal. Nagyon jó. Betonkönyv. Vagyok. A téglakerítés is. Akármi ez a erény? Mit tudom én, hogy hol vagy? Ilyen lett téglakerítésnél. Az. Itt a házmaradék, figyelj, mi marad belőle. Hát tudod, lehet jönni fát vágni. Meg van egy két kanapó, meg egy hűtőn a levegőben. Valahol hallom zúgni a hűtőt, hallod? Te is hallod? Van egy mosogató is. Van benne egy cooking pot. Ehhez alatt a fakupac alatt van szerintem a hűtő, vagy legalábbis a hangja itt maradt. Én feljöttem a bányából, és a ház ajtaja ott állt egy ilyen sikolyos zombi hölgy. Nézegetett befele itt az ajtón. Nem volt otthon senki. Egészségére. Várjál, ne szaradjál, Iszter. Hátulról ráköszöntem. Van nálad klocc vagy valami? Van. Akkor azt hagyd dobjam már el, köszönöm. Nekem egy hordát ide hívhatott volna. Nem kellett volna gyorsan megölnöm. Hát nekünk mikor utoljára olyan volt a ház előtt, az majdnem szétvert a erősített ajtót. Pedig a kutya nem volt a házba se bent. Melyik?
Cipoly hölgy, a hátsó ajtók majdnem képve. Pedig én oda voltam vadászni. Igen, mert ugye beakad valamibe, aztán kezit csókolom. Nagyszerű. Ez a bejárat megvan. Jobb nincs, mint hogy leessünk. Létre van. Létre. Van létre. Te is jössz erre, randombá. Én nem, én itt a ház körül tevékenykedek. Ja. Itt van egy enyhén szar helyre generált ajtónk is. Nem a helyére a keretbe generálta le, hanem mellé. Ja. Be van zárva. Mi? Ja, ajtó. Be van zárva, igen. Természetesen. Meg egy fölborult szék van, egy oldalára borult szék. Hát... menekültek a zombik elől. Jó, de az áll a földön, úgyhogy el van borulva. Pont egy ilyen épületből nem menekülnék, vazze. Ó, a világ másik végén vagytok, jól túlmentetek rajtunk. Simán. Ledélre. Hát majdnem egy napig szaladtam, mire ide értem. Hát de hozzátok, még mindig közelebb vagyunk, mint otthonról. Ne hülyeskedj. Igen. Tehát azért neked ez egy pikpak. Mit azt mondja? 3,2 kilométerre vagy, ne hülyeskedjél. Az nem sok. Ja, persze. És hol van az erőmű? Azt... Ott, ahol most vagyunk jelen percben. Igen? Igen. Lehet, hogy elnézek arra, meglátogatom. Hát gyere. Mégis mi? Milyen élőből? Jó, nekem tetszik. Ubatlan. Jövő évbe se találok ki innen. Na. Letéve ajtó. De itt csak kívülre lehet menni, kijutni nem lehet. Mi van? Itt csak kívülre lehet jönni, de kijutni nem lehet. Itt van a víztározó része neki. Ja, láttam. Föl kell tölteni vízzel. A végén beindul az erőmű. Aha. Gyerekek, áramot fogunk termelni. Mondjuk állítólag van olyan mód hozzá. Hát ott kifelé a sivatag környékén lehetne körülnézni még, hogy mi van. Jézusom. Mondja. Hát Mike itt elkezdte a kukorica termelés nagy üzembe. Nem viccel. Mi az a nagy üzem? Hát most itt nem tudom, itt van egy ilyen 2, 4, 6. 8, 10, 12, 14, 16.
Hát ilyen 16x25-ös tábla, vagy nem tudom, elég nagy. Ó! Oh. Kell az üzemanyag. Igen, ő is valahogy úgy érzi, tehát van motorja is. Most fejlesztem fel a kukorica tábládat. Megjött a paraszt. A mezőgazdász. Ja, tényleg. Üstermelő. Most néztük a Men in Black-et pont. Bemegy a hullaházba a bogár. Igen. Miben segíthetek őstermelő? Azaz. Van gumicsizmád? Ja tényleg, hogyha már itt úgy arról beszélünk, hogy ez az erőmű itt, és ott volt mellett a volt múlt időben a ház, akkor az volt a munkásszálló. Ami most romba dönt. Ó. Oh. Tiszter éppen takarítja a romokat. Vigyázzál, mert még ott azon a függönyön nagyon stabilan támaszkodik az az egy fal. Tényleg ott egy függöny. Azt a függönyt rég mosták ki akkor. Igen. Ja. Tudod. Elég jó keményítővel. Igen. Tudod, nekem is volt otthon olyan zoknim. Igen. Azzal vágtam az üveget. Tettem a bunkira is egy ajtót, csak hogy legyen. Amúgy pont itt a sivatag határában van a történet. Ráj, össze erre, Colega? Megyek. Mikey? Erőmű? Nem érdekel? Láttam már. Ó. Oh. Ja, videóban, hát videóban én is láttam. Többször is. Csinálom a kertet tovább. Láttam, nagyon szép kertet. Osztál össze. Igen. Figyelj meg, mikor ott fogja a fórumon ajánlgatni. Friss meleg kukit vegyenek. Finom édes a kuki. Ebben speciál egy darab kuki nem lesz. Nem? Amit most csinálok. Ja, igen, itt több kert is van. Ja. Ott abban a felső kert, amit most csinálsz, ott mi a terv? Burgonya lesz, vagy? Ja, a kukoricán kívül minden más. Jó. Jó. De várj, akkor most közöljük, amikor rossz és vele most, hogy várjuk, még készen lesz vele. Hát, hadd csinálja még. Jó. A preset lesz, hogy nyilván. Egy kicsi. Vagy igen. Egy lehelleti. Az új random gennia? Így van. Hát, ha kilépsz a házból, és nem mezőgazdászkodsz, akkor majd te is rájössz, hogy miért, és kikit fogod ütni a billentyűzetet, hogy ma presetet akarok. Ja, itt is egy ilyen bunkeres ház. Ja, vagy ezt erről beszéltetek ti? Tehát nincs meg a ház, az össze van dőlve. De a villanypoznáról föl lehet ismerni már messziről. Nem, ez egy szeméttelep. Ó. De jó. Igen, több mindennek van villanypoznája. Igen. Viszont én itt majd tervezek még így lefele balladni még így délfelé, azt előbb-utóbb csak el lehet érni a térkép szélét, és hát ha ott lesz a autótemető.
És akkor lehet az egészet újra kezdeni, mert egy új mapgen van, tudod. De, hogy mondjátok, akkor nem folytatom, inkább gyártok egy pár TNT-t. Azért nem kell felrobbantani, amit eddig létrehoztunk, vagy ilyen... Előtte azért hadd csináljak róla egy izét. Mondjuk miért ne? Rituálisan. Neki felrobbantja a saját művét. És aztán Draxol, hogy áh, mégsem lesz, mob reset. Így van. Úgyhogy ezért chestben a fontos dolgokat mentsétek ki, tudod. A számomra fontos dolgok a map alatt vannak. Legalábbis az egyik. Az elbagolt motor. Na, mibe? Meguntad a favágást? Hát eltört a... volta. Ó, de hát ezt... lebontani. Ne hülyeskedjél, már azt alig ad fát. 2, 4. Négy fa. Nem látja a Mikey a romokat. Egyébként nem azért csináltam. Vagy ezért random. Azt akartam, hogy egyik ötök se veszi. Ezt most nem. Ezt most igen. Igen, akkor pláne. Ups. Igen, direkt volt. Mielőtt a nyakamba szakad a történet. Na ezért akartam csak összeszedni, hogy itt az úton ne legyen fa. Először annak indul. Igen, remek ez a OSB lap textúra. Nem? Ja. De. Színbe szedjük. Tudom már, Mikey mit termeszt. Na mit? Micsodát? Cseresznyét, cseresznyét vagy meggyet a kínai jöttnek, vagy a vietnám jöttnek, vagy mit akart? Tordján be annó eladni? Valahova tudod? Rémi? Argentin cseresznyét? Argentin valami? Valami dél-amerikai de, volt, nem? De látok majd, de kell egy tegyen is, hogy lejussak, vagy átjussak, vagy úristen. Na, ugye? Na ez a... ezért lesz ma prezent. Random gen, igen. Aj ne. Csak azt nem értem, hogy tényleg most adták ki a 13-at. Könyörgöm. Ekkor most... ezt hagyhatták volna. Ezt a pár napot nem bírta volna ki? Könyörgöm. Nem, itt nagyon ugye mentek arra, hogy a karácsonyi balhéra kimenjen. Szerintem ugye is azért. Én ezt az egyet tartom dühösítőnek benne, hogy értem én, hogy alfa, meg mindent értek, de hogy azért kezd az ember egy új el előről megint, mert valami olyat módosítottak rajta, ami nem kompatibilis az előző verzióval, szóval... és az ilyen kitartó tesztelőknek, mint mi elveszi a kedvét, akkor... igen. Ez az. Szorgalmasan teszteljük minden egyes új pályájukat. Na megvan a lejárat, maestro. Hát...
Ahogy lejutok. Én úgy jöttem le az egyiknél, hogy elkezdtem magam alatt kiásni a blokkokat, és így papapapapapapapa, így lefelé ott a szélén. Kerestem egy, ott volt egy ilyen homokos terület, hogy abban gyorsan lehet dolgozni. Aha. Van ott egy, van egy erdős rész, az erdős részen megy át egy út, az út mellett relatíve nem túl messzire le lehet jutni. Na, tiszter, való álljunk be ilyen védekező pozícióba, ezt várjuk a kollégán. Mert... Az még odébb van. Micsoda, a futóverseny? Az körülbelül 2 perc. Hagyj is-e. Hát itt maradok, itt a szikla peremen, párkányon. Max nyakamba esetnek, de... Ja. Lentről nem. Nem tudnak bekeríteni. Nem. Pedig nem vagy messze. Figyelj csak! Még balra, és arra, még balra forduljál, balra, és arra szaladjál ott el a szélén. Én már itt haladok lefelé. Ja, akkor nem szóltam, mert ott van egy út, és azon el tudsz erre jönni. Uh-huh. És az nálam föl van fedezve, tehát ergo az már biztos, hogy jó. De akkor másod magad lefelé, remek. De az ott egy zöldes, normális erdő. Amúgy itt van egy bánya is egy köpésre. Arra, merre nézek. Arra, merről jöttél, Hiszter. Találkoztam vele. Ott van egy csomó... de sötét lett, bazd meg! Menjünk be. Most a pálya szélét keressük? Vagy keresed, Drag? Hát én majd most már így innen ebből az irányból igen. Aha. Hát ez jó lesz ilyen kiinduló pöcsnek. Miért van neki? Erőmű, persze. Random gunnek is van. Random gunnek is van. Legjobb tudomás. Hát az a kép valami olyasmi sugalt, hogy igen, hogy van valami kör. Körbe valami sugárzó rész, vagy valami. Igen, tehát furasság. Igen, hogy nincs vége. De úgy van vége, hogy ott azon nem tudsz túlmenni. Aha, hát minden nevezgém napon. Igen, hogy ilyen sugárfertőzött terület. Jaj. Viszont ugye már most már itt a ruháknak nem véletlenül ott van benne a radiation. Tehát... Jó, hallottam valamit, vagy nem? Nem. Tehát... Nem. Igazság szerint valamilyen szinten bele tudsz menni. És van valami értelme tovább menni? Nem tudom, hát azért mennék el megnézni. Ennyi? Ja. Hogy megtudjam. Azt hittem, tudsz valamit. Lehet, hogy attól még tud valamit, csak... Akkor most már az új generált részen járok ezek szerint most. Igen. Most mindjárt előtted lesz egy út, azt még keresztezed. És amúgy mindjárt itt vagy. 600 méter. Ó, még van egy söröm is, nagyon jó. Nem akarom minden puskaporom elhasználni. Itt futni kell. Ja, oda raktál egy sütőt, nagyon jó lesz. Abba fogunk először belelépni. Vigyek húst! Hát te van nálam. Mit? Talált egy állatot? Csávó éjszakai vadász. Akkor közöltem ezt a rezet ötletet. Ugram sokkot kapott. De mai nap folyamán is említettem neki, úgyhogy már kezdi befogadni. A dolgot. Majd még a fórumra kell kiírnom, hogy... Srácok. Újévi map rezet. Bár lehet, hogy nem tudom. Várjunk addig? Szerintem... Én... Bármilyen korán elkezdhető a reset, tehát én nem ragaszkodom ehhez a... Mert végül is földobom, fölírom,
És akkor lehet, hogy akkor inkább úgy kellene, hogy akkor már így az év végén tél 30-a, 31-e délelőtt valamikor megcsinálni. Mert akkor annak viszont tényleg nincsen értelme, hogy mindenki még itt bűvészkedjen, csak a semmi miatt. Telik az idő, igen. Most azért két ünnep között azért egész jó el, és sokan ráérnek még, és igen, igen, azért, tudnának. Azért. Uh-huh. Én is úgy terveztem, hogy azért a két ünnep között nem dolgozom, és uh-huh. beleférne intenzívebb játék. Hát ja, akkor lehet, hogy meg lesz sejtve. Mit szólsz hozzá, Hiszter? Nekem jó. És akkor megpróbáljuk úgy csinálni, hogy nekem is ne legyen tizen kurva sok halálom. Igen, elég rosszul mutat. Ott hagytatok a szarva. Nem is. Nem a fasz, nem. Nem. Hát te játszottál bombák földjént. Nem. Nem láttál a zombik, a többiek meg kiléptek. Lépjünk ki, lépjünk ki, én meg ott maradt egyedül. Egy kemény voltam, mint a kutyaszar. Én már hamarabb leléptem, szerintem akkor. Valószínű, puszta kézzel aprítottam őket. Na gyere, Szolega, itt vagyunk. Jó, csak most itt egyre mélyebbre zuhanok valami barlangba. Próbálok kifele ugrálni, és egyre mélyebbre kerülök. Nem mondod, akkor ott is van lejárat ezek szerint, mert ott a jobb kéz felé tőled, ott van egy csomó luk, amit látok. Igen. Most tapa... Valószínű, hogy ott a másik kijárata. Na jó, elő a lapátot. Bazd meg a tüzedet! Tudom, feküdjek a földre és hemperegjek, tudom. De én már hempergék, de egész. Bazd meg, odaraktam az ablak alá a tüzet, persze, hogy megnyitottam, hogy bele is léptem. Öcsém a csávó, majd oldi megnyitottad be. Hogy röhög? Megkeresem a Colegát, hol van? Te lősz? Tandor. Igen. Hát ha hozok pár szomszédot még, vagy jó barátot maga itt a zajjal. Összefutottál valakivel? Nem, nem jönnek. Nem, csak így szórakozom. A fasz ott jön. Jaj, te elszaladtál itt mellettem. Erre a túloldalára gyere, ott a bejárat. Ja. Már majdnem elkezdtem rád lőni. Mondom, úristen, itt szalad, én is látom. Igen, géppisztolyjal a kezelem. Igen. Milyen fura zombi. Gyorsan lelövöm. Ez milyen lejárat? Ez ilyen gyári? Ez gyári. Aha. Egy ilyen külső bejárata. Csak hát az ajtó az már nem. Mert ez a sima lemez trapdoor volt rajta. Vagyis ez egy ilyen... kódszeráj. Szóval nyúszik. Ne ózzál. A kis csajom. Jaj, te! Köszönhetek. Köszönjük. Több az. Neked is csőbáz. Szia! Egyszer gyártás hívás magzatom. Egészségedre. Nézd már, random palát egy ládát, bazdmeg, amit nem nyitottam. Ezt a palákot. De felelőtlen vagyok. Akkor lesz már jó út. Innen lövöm keresztül, így föntről. Nem volt benne semmi jó. Tudod. Mondjad, regem. Nézzük meg a riók. Ó, itt csupa zárt ajtó van. Mi a?
Várjál, mindjárt. Várjál, kinyitom neked. Ki akarsz menni? Ó, megyek, megyek. Küldtem üzenetet? Láttam. Akkor jó. Elgondoltam, legyünk ismerősök. Szép kis épület. Igen, most már így világosba meglesed, mi? Haj, de hülye vagyok, Istenem, komolyan. Csinálok egy ezért, Clawhammert, hogy itt upgrade-eljek, meg mit tudom én. Azt közben, útközben találtunk egy nélgánt. Nagyszerű. Ja, a ládában egy izé, egy kalapács volt egyébként. Pláne. Adhattam volna. Pláne, mindegy. Na, már csináltam, tehát nem lényeg. Hogy itt föl tudjam a dolgokat upgrade-elni. Ad rugót. Ja, micsoda? Kábelt. Ezek a gépek, amit szét lehet szedni. Ja, ezt is kulcsra bontod? Aha. Királyság. Ebből van scrap kábel? Jó tudni. Vascsöveket ad. Hát az alap. De akkor magyarul akkor kábelt ez ad, ugye? Kábelt ad, igen. Na, mert ugye scrap kábelt lehet ritkán találni. Most lebontod a rúzós gépet? Hát csak úgy, hogy ad-e valami mást is még esetleg, de nem. Szerintem nem. Scrap iron. Iron pipe. Uh-huh. Scrap hát cable, meg a spring. Rugó. Az az alap, az az alap. Hát szép. Jó van. Hát azt hiszem én tovább állok. Érdekes volt. Jó volt. Most te bontod a gépeket, Iszter? Ja. Na tessék. Ja, még itt is? Ó. Azért minden ne rámoljál szét. Nézzenek oda. Mert mi lesz vele? Hoho. Akadozni fog az áram ellátás? Így van. Ha most akartam visszaüzemelni. A sarkát bontottam le. Segítség! Így egyszerűbb mehetsz. Na. Köszönöm szépen. Még nem akartam mögötted menni, ki tudja, hogy elvesztesz egy galambot. Ez a munkás szálló, ami összedőlt itt? Ami volt, igen. Ez maradt meg belőle, meg itt volt egy tonna ilyen faforgács így hegyekben. Nagyon jó. Nem szép. Mondtam, hogy csak a függöny tartja. Ez gyönyörű. És a sarokban itt maradt egy mosogató, meg itt szerintem itt valahol van egy hűtő, mert a hangját hallom. Vagy pedig csak mondom, a hangja itt ragadt. Én nem hallom a hangját. Te nem? Akkor nem. Meg a kanapé, úgyhogy foglalj helyet. Érezd meg otthon. Lehet, hogy megindulok délnek. Na hát akkor egy darabig elkísérlek, mert mondom, én is arra akartam mondani. Mondani? Akartad. Jó sziszter, te is! Ahogy ne. Ha már lúd legyen kérdés. Élnek, mint a ludak.
Aj, te lebegő kerítés, nagyon jó. Onnan tőletek pont délkeletre van egy bazi nagy romváros. Mondom, hogy arra lemenjetek, mert az fel van fedezve. Arra már voltam. Nyomvat, olajat adjunk már nekem a játék. Olajat? Eljöttem ugye motorra, hogy nem hoztam javító készletet, és lezúgtam a nagy falon. Van, van motorod? Ó, hát. De lazza. Beállasztom a fúrót, kivettem belőle a motort. Pedig most akartam pont fúrni. Pont most. Ott egy házikó, nem házikó, de házikó. Önne dombtetőn. Aha, jó a fekvése. Miért az a ház a legjobb, onnan most eljöttünk, nem? Kellemes, szellős, nem szorul be a levegő. Eldobta magát. Összeesett itt az acskós tej. Dehogy leseggelt. Azt a mindenségét neki! Találtam egy lila lakatot! Nagyon jó. Valakinek egy kék színű kapa. Valakinek ruhák. Az van, az hegyekbe az. Szakadjon meg! Lila Reinhold volt, hogy tud meg. Pisztoly Markol. A játék elején ez egy falat kenyérrel él föl. Mivel már nem ott vagyunk ezért... Kicsit már túl vagyunk ezen a történeten, úgy érzem. Igen. Ezt már nem vesszük be. Szerintem a bejárat. Lila farmer kabát valakinek? Nem. Nem, azt hiszem. Nem? Hunting rifle sem a tip. Hunting rifle book. Hunting rifle stock. Az se kell. Be akartam a könyvet scrappelni, helyett elolvastam még egyszer. Nem baj, fölfrissítettem a tudásomat, tudod. Persze, ismétlésre tudás anyja. Jó pap is volt itt tanul. Inkább ezzel foglalkoztak volna, hogy ne lehessen kétszer elolvasni egy könyvet úgy, mint régen, úgy, hogy jelezze, hogy haló, ezt már tudod. Ez egy baromi egyszerű dolog lett volna pedig megoldani. Hát eddig benne volt. Ez igen. Néha jelzi egyébként, csak el is veszi a könyvet. Néha kiírja alul. Bassza, hát kell ragasztó is hozzá. Kell hozzá ragasztó is, igen. Mihez? Hát... mindenhez. Mi sem egyszerű, szedj egy csontot. Itt dobáltam közelebb. Gratulálok. Összedobsz egy kingpotot, aztán csinálsz. Alap. Lila fúrófej, csak valakinek. Na, van meg. Ó, valaki egy víztoronyra telepedett. Azok mi voltunk. Ott éjszakáztunk. Üssük ki a lábait. Ne! Hatalmas nagy lootot fogsz fönn találni, van benne homok, meg egy kübli konzerves doboz, ha minden igaz. Öcsém, ez sivatag a javából. E? Hm? Egy ilyen nagy ilyen puszta. Ja, most generált el a növényzetet. Kukorica, goldenrod, fű. Ja. Tudjátok, a nyúl az egy igazi jellem. Egész nap a fűben van és mégse szívja el. Igen. Az meg remélem tényleg, hogy most nem tudom, hogyha már az új gen, akkor... Na, milyen lukak ezek itt? Anyád, ez meg bányabejáró? Az hát.
Hú, bazd meg! Ne megy a szélére, mert leomolhat. Itt lebeg a levegőbe. Ez is olyasmi. Azt a rohadt! Nem mély. Á, nem. Jó, oké, okay, szevasz. Itt a, itt a másik sárlekverem. Vagy csak okay. Simán becsapódott ide, mit kell... Itt haltak ki a dinoszauruszok. Igen, a ZX210-es meteor, tudod? A nagy Berta. A hurikánoknak adnak nőnevet. Ki tudja milyen? Hát miért? Igen, a nők olyanok, azért tornádó, igen. Kis hölgyem, én már mindjárt magára veszi. Akkor megy, akkor viszi a házat meg a kocsit, mi? Nem tudom, ezzel nem tudok betelni. Úgy lihet a karakter, tényleg halljátok, mint egy első ilyen narrátoros német pornófilm. Ah, ja, sehr gut, ja! Unika, fitness training, oh yeah! Spritzen maximum dózen! Úgy csinál azt a nagy büdös pusztát, azt a mindenit! Hát itt tényleg az semmi közepén vagyunk. De igen. De még zombit se látunk. Nem, se zombi, itt már mindenki halt. Se zombi, se ház. De egy szarvas, kell hiszter? Lőhetem? Mindent lőjünk. Lőttem neki még egy segnyukat. Pont hátat fordított. A hülye. Ugye? Úgyhogy most már biztos, hogy jól fogsz elelni. Nem lesz szorulása. El tudja fingani majd a füleli. Éhen már nem halunk. Király. Öcsém, hát itt jövök tovább, nem tudom te merre vagy random. Ja, te is csak egy két sorral arrébb. Lejjebb, aha. Mondja, igen. Nálad is ugyan ez a nagy büdös semmi? Semmi, itt egy ház, de... Az a semmitől egy kicsit tett. Hú, öregem. Ez egy ilyen forzsos ház. Hopp, ott is egy kis ház. Lenne a gödör alján. Ez egy ilyeneket lehet mondani itt lefelé. 200-as szalaszra a domb oldalon. Van benne egy bucka, akkor már töröd is ki a lábadat, mert olyat ugrasz. Ja. Igen, meg teljesen kikezdte a menetszél a mellyemet. Nem volt bevazelinezve. Mindjárt, drágám. De bezárták ezt a sufnit. Nagy semmit fogadjunk. De, van egy Enforcer magazinunk. Mit mondtál? Olaj kellene? Van nálam 6 darab. Már van nálam 3. Szeretnék kimenni? Úgy kösz. Szívesen. Köszönöm az üres üveget. Legyen már nálam. Volt itt 6 olaj. Egy sör. Ez a ház tök szimpatikus helyen volt itt. Na. Ilyen biomhatár is. És hát nem. Van ott erdő, ahol jártok? Vagy ez... Persze! Hát hogyne, nem győzzük kerülgetni a fákat, semmi. Itt viszont találtunk egy utat. Igen. Út a semmibe. Uh-huh. Béka kell a ragasztó főzéshez. Akkor kraftolj egyet. De már nem olyan egyszerű? Ó, de remek. Aj, ezt de gyűlölöm, ne már. Jön, leégetted? Az. Nekem egy kicsit később tölti be a textúrákat. Én nem megyek bele, én megyek az úton.
Annyira nyomasztó. Köcsönmű pedig. Még a végén craftolok egy hunting knife-ot, azt öngyi leszek. Találtam ragasztót. Fáj, hogyha azt mondod. Én eltörtem a lábam egy kétszeresen is. Jó. Pattantam egyet, és... Első pattanás egy törés, aztán pattantam még egyet, és még egy törés. Nagyon jó. Ez a dupla leszúlt Ritberger, vagy nem tudom én mi. De lehet, hogy nem is ragasztót találtam. Jó? Ilyen testápolót. Na, még egyszer eltörtem. Most már harmadszor? Igen. Az jó, ista, vagy? Vagy 5 napig nem fog begyógyulni. Mint én. Igen, a többszörös töréssel gondok vannak. Rohadtul nem akar meggyógyulni utána. Én jártam úgy, csak én többször egymás után törtem el. Nem kapásból egy perc alatt lerendeztem mind a hármat. Ugye már hiszted, gyűlnek az autók. Igen, valami már lesz itt. Nem tudom, egyre több autóval szétszórva az úton. Meg egyre több út vezet arra befelé. Amerre nem akarsz menni. Már hogy értve? Ja, az persze. Road. Egészségére. Akkor most már tudjuk, hogy ezekből a masinériákból drótot kapunk, úgyhogy már ez a probléma is megoldódott.